Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy ingás jóslás augusztus hónapra. Én most kezembe veszem az ingát, és az inga kiválaszt kártyákat, és az egy hír, mi történik augusztus hónapban. Ha az inga balra mozdul ki, akkor annak nincs jelentősége. Viszont, ha kimozdul jobbra, akkor az a kártya mond számunkra valamit. És én kezdeném az ingás jóslást. Ez lenne az első kártya. Itt a következő. Hasonlóak a képek, mint a német nyelvű területen is. Nem ugyanaz, de hasonló. Van ugyanis egy német nyelvű csatornám is, és ott is készítem a jóslásokat. A következő kártya. És ez az utolsó. Mi várható ránk augusztus hónapban? Ez a kereszt jelenthet ilyen vallási vagy spirituális témákat is, azon kívül jelent kármát. Kármikus témákat. Azt is, hogy a sors utak itt kereszteződnek. Az lehet egy új kapcsolat is, vagy egy kármikus szerelem. Azon kívül ez a kereszt mutatja, hogy itt mi most egy kereszteződésben állunk, és feltesszük a kérdést, hogyan tovább. A jelen pillanatban még valami átláthatatlan, de lesznek itt újdonságok. Vegyük kezünkbe ezt a kulcsot, és ezzel kinyithatunk valamit, egy új lehetőség, amit a gyermekek itt szimbolizálnak, és ez a kártya jelenti a változásokat. Itt ez a kettő kártya a gyermek, és ez a kártya jelenthet születést is. Azon kívül itt van a hold energiája, ami azt jelenti, hogy valami itt megszületik, az lehet egy gyermek születése is, vagy valami újat kezdünk az életbe, és az kibontakozik. Ez a kártya, ez a felhő, ez jelent fél évet, és annak az a jelentése, amit mi most elkezdünk, az úgy fél év múlva kibontakozik. Itt ez a kártya utalhat egy férfire, egy új kapcsolatra, tehát egy új szerelem is lehet. Van itt utazás, egy közös nyaralás, vagy egy külföldi nyaralásnál lesz ez a megismerkedés. Viszont ez az út jelenthet egy belső utat is,
ami jó kapcsolatban áll a hold energiájával, mert az utal a mi belsőnkre. Itt a halaknak több jelentése van. Egyrészt mutatja a lelkünket, egy lelki mély kapcsolat, de a halak jelentenek értékeket is, vagyoni értékeket, vagy pénzügyi dolgokat. Itt lesz mozgás. Tehát nem csak a szerelem területén, hanem a pénzügyi dolgokban is. Ez lehet egy kereskedelmi út is, és ezáltal jön itt változás, amit a gyermekek is mutatnak. Ez a kulcs azt is jelenti, legyetek magabiztosak. Most összefoglalnám, hogy mi az, amit ez az inga jóslás közöl veletek augusztus hónapra. Sorsdöntő fordulatok. Egy új irány. Az lehet, hogy augusztus elején még valami olyan átláthatatlan, de lesz itt egy meglepetés, újdonságok. Itt a kártyák jelenthetnek egy gyermek születését is. A kulcs azt jelenti, hogy ezt vegyétek a kezetekbe. Legyetek magabiztosak, egy kulccsal lezárhatunk valamit, mint egy ajtó. Viszont egy kulccsal valami kinyitható. És ezek itt, ezek az újdonságok. Az lehet egy meglepetés is. Én összefoglalnám azt, amit ez az inga jóslás közöl veletek augusztus hónapra. Itt lesznek sorsdöntő változások. Augusztus hónap elején még valami bizonytalan, átláthatatlan. Itt lesz egy újdonság és szerencse, egy szerencsés fordulat. Mozognak az események, ez lehet autó vagy sport is, vagy egy férfi, egy új ismeretség. Lesz egy utazás, ez lehet egy belső út is. És mint mondtam, a halak jelentik az értékeket. A belső értékeket, egy mély szerelmet, de a vagyoni dolgokat is. És ez volt az ingás jóslásom augusztus hónapra. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!